és lesz, meg lesz a végeredmény. Valahogy jobb olyan embernek dolgozni, akit így tudsz így tisztelni azért, amit csinál, és legyen ez a legkisebb dolog, de legalább a életedből azt a x órát, amit rászántál, az nem egy hülyeségre ment, hanem valami értékes dologra. És az egyetem alatt, amit lehetett így elkezdeni, ugye a Szirtes tanár úr kapcsán vannak az iparon ilyen lehetőségek, hogy az ember kiállítson, vagy részt vegyen projektekbe. Azt én megcsináltam, és én azt gondolom, hogy az nagyon jó volt, vagy nem nagyon jó volt, másképp nem is lehetett volna, mert mondjuk azok az emberek tömörültek ezekbe a projektekbe, akik így az iparon, a szakma mellett még így valamivel így akartak foglalkozni, és hát ez ilyen művészetes játék. Az iparos feladatból indult, volt egy olyan iparos feladat, ahol önarcképet kellett fotózni, de nem lehettünk rajta. Ezen gondolkodtam, hogy lehet megoldani, és akkor készítettem az első arcképet. Ahogy így gondoltam, hogy ezt olyan szépen meg lehetne valahogy csinálni, és először csak két dimenzióba tudtam megcsinálni, de és aztán meg rájöttem, hogy három dimenzióba is ugyanúgy meg lehet. Bőrből, húrból megcsináltad magadat? Tehát ilyen portrét. Maga a szobor az minél inkább így közel legyen hozzá, tehát hogy minden a fajta más anyagból vannak a szobrok, legyen az bármilyen jó bronzból, fából, márványból, hogy nem, valahogy így nem, valahogy nekem nem történik semmi. Azt, hogy miért ilyenek, azt meg szintén a koncepció határozza meg, mert most így húsból varni már mindenféle dolgot, annak így nincs értelme, az önmagában egy effekt. Ez igazából senkit nem érdekel, hanem hogy meg kell ennek találni azt a témát, amiben indokolttá válik, hogy mi ez. És így maga a nemiség és a pornográfia, mint kép, az egy ilyen lehetőség, mert úgy állítasz elő egy pornográf képet, hogy közben nem nincsen ember. Tehát igazából itt ez nem egy élő emberről készült fotó, és közben mégis valahogy a néző azt érzi, hogy mintha ő itt lenne. Uh-huh. Vannak a lányok, amik így azon a gyűjtő néven mennek, hogy szerelmeim, és akkor így valamilyen szinten így gyűlnek. Hát a lényegük az, hogy így le vannak redukálva a lehető legminimumra a maga a személy. Tehát azért látunk... Egyébként te tényleg ismered, vagy ezek csak kitalált nevek? Ismertél ilyen hát embereket? Hát a felét. Most, vagy te mondjuk egy... Margaretta az barátnőd volt Spanyolországból, vagy? Nem, ő például nem, de a kínai lány az igen. Tehát hát az ember, ahogy egy író, most van egy alaptörténet, tehát azt megcsinálod, igen. És aztán a sorozat érdekében, hogy kiteljesedjen, úgy bővíted, tehát bővíted a fikciót. Uh-huh. Most ha ezekről a lányokról beszélünk, akkor a lényege az a dolognak, hogy létezik, mint van egy olyan toposz, hogy van a művész, meg a művésznek vannak a múzsája, vagy a múzsái, azokról vannak portrék, van meg aktok, és akkor az úgy van, és ez egy ilyen meglévő keret. És akkor azt gondoltam, hogy elkészítem a saját sorozatomat. És ez a két dolog, ez így ütközik, és az ütközési pont az nekem tök jó, mert ott derül ki az, hogy igazából miért nem fogadjuk el a dolgokat úgy, ahogy van. Tehát, hogyha így néz ki egy emberi test, akkor ezt valahogy így el kellene fogadnunk. Ami nem azt mondom, hogy ez nekem megy, mert ugyanis pont azért csinálom, mert érdekel ez a dolog. Amikor elkezdtem csinálni, akkor láttam azt, hogy nagyon könnyen megteremthető egy személy, tehát egy modellt készítesz a valóságról, ugye most vegyük ezt a művészeti definíciót alapnak,
akkor lehetném, hogy amikor ez így megvan, akkor nagyon jól, ahogy mit előbb mondtam, ez így vibrál a kettő, hogy szinte már ő maga, nem a modell. Rájöttem, hogy ha ezeket a tárgyakat én még belehelyezem a húsba, az ő tárgyaikat, hogy hajcsatok is vannak, meg hasonló, akkor még inkább így működik, és így tényleg ilyen voodoo szinten még a dologhoz hozzáad, és még jobban megszemélyesíti őket. Elkezdenek a személyemmel foglalkozni, ami mondjuk furcsa, mert mondjuk mert akár egy, nézzünk egy filmrendezőt, megcsinálja a legdurvább horrorfilmet, senki nem gondolja azt, hogy ez egy biztos, hogy ez egy beteg ember, vagy egy író, meg pláne. Tehát, hogy az egyik művészeti ágban sincsen ez. Valahogy a képzőművészetnél az van, hogy ha te ezt csinálod, akkor valahogy azonnal a személyedre vonatkoztatják. Akkor ilyet lehet csinálni. Tehát, ha volt ilyen furcsálás, mert pedig volt, hogy ez biztos, ez így beteg vagy valami, azt így azért nem értem így logikai aggyal, mert akkor hol máshol nem a művészeti egyetemen. Aztán meg amit ugye Angliára visszacsatolva, ott meg itt pont azt láttam, hogy ott aztán teljesen ilyen elengedett kormánnyal megy, tehát ott itt semmi nem lepődnek meg. Teljesen jól működik, és így bárhol lehet csinálni, mindenkinek ajánlom. Hát nem nagyobb maga a munka része, mint egy ilyen sütés-főzése. Ahhoz, hogy mondhasd magadról azt, hogy hát most valami művészetet csinálsz, vagy művész vagy, akkor írni kell róla olyan újságnak és olyan embernek. De a diplomunkán alakult úgy, hogy akkor hívott fel a Pánfi Gyuri, hogy készít egy filmet. Hát így el kellene kezdeni így csinálni hozzá mindenfélét, akkor konkrétan akkor meg kellett megcsinálni egy gyakorlatilag egy CD-romot, ami így a film előtt még egy ilyen hangulatot jelent, amit így producereknek mutatnak meg különböző helyeken. És akkor kezdtem el ezt az anyagot, és végül ennek a nagy része lett az a mostani weboldal is, ami volt. Az egyik szereplő, az egy preparátor, akiről kiderül, hogy azon túl, hogy normál preparátumokat készít valami művészetet is, és ami a végén ki van állítva. Akkor én kitaláltam magamnak, hogy ilyen art designer legyen a nevem, mert valami nevet így ennek kell adni. A filmben megvan nagyon erősen ez a piramis rendszer, ugye van a rendező, és akkor ez erősen így jön le, meg főleg az amerikai filmekből ez egyre inkább jön át, és így az a szerencsém volt, hogy nekem mindig így a rendezővel kellett itt tárgyalnom, tehát hogy így nem az volt, hogy valamit kiosztottak nekem, hogy én ezt most így tervezem meg, hanem hát egyértelműek voltak azok a jelenetek, meg azok a helyszínek, ahova valamit ki lehetett találni, és akkor én adtam egy opciót, és most vagy tetszett a rendezőnek, vagy nem. Hogyha tetszett neki, akkor vagy legyártották, vagy nem. Hogyha legyártották, akkor vagy berakták, vagy nem. Hogyha berakták, akkor meg vagy látszott, vagy nem. Hogyha beraktak, és látszott, akkor vagy kivágták, vagy nem. És az ember így csinál egy csomó mindent, és abból azt mondja, hogy a filmben így szétfújnak a dolgok. Tudtam azt, hogy működik ez a forgatás, és ott nagyon jól ment, meg ott a díszlettervezővel is nagyon jól ment együtt a munka. Nagyon sok ilyen nagyobb tárgy, meg funkcionálisan használt tárgy, meg jelenetben használt tárgy készült el a terveimből, és nagyon jól megfogható. Ott kellett ezeknél lennem, és megmutatni, hogy ez így működik, ezt így kell felvenni, ezt ide kell kötni, tehát az ember így a forgatás előtt így elrendezgeti azokat a dolgokat, amiket így csinálsz, aztán így a kicsit így betanítja a színészt, hogyha valamit kellene tenni, és aztán megforgatnak. Itt egy olyan jelenet sor, amivel kezdődik a film, hogy szépen lassan eresztik bele a nőt, hogy volt egy olyan a forgatókönyvben, hogy hideg vízbe belökik.